Rendúrra. Tomi, a kis gazdám. A szülei, meg én, babával együtt. Ja, az én nevem Piti. De az élvezet nem tartott sokáig. A tenger közepén kitört a vihar. Már arra gondoltam, van-e kéznél mentőcsónak, amikor... Szia! Szia, Piti! Ez Puri, a báró és Pamacs. Tartsatok ki, jövök! Megmenekültünk, de a hajó egyre távolodott. Senki nem vette észre, mi történt velünk. Sosem látom többet a gazdáimat. Ne búsulj, Piti, majd csak megtaláljuk valahol a világban. Így kezdődött a keresés, amely Pitit eljuttatta a világ minden négy sarkába. Így kezdődtek a kiskutya kalandjai. A nagy verseny. Egy megérzés hozott el bennünket Kenyába. Nairobiban volt az időtájt a legnagyobb afrikai terepverseny, és Tomi apja nagyon szereti az autóversenyt. De aztán ahelyett, hogy Tomit kerestük volna, végül is egymást kellett keresnünk. Még mindig nem értem, hogy vesztettük el Bárót, Purit és Pamacsot. Szerintem Pamacs elment valami sült illat után. Nem lesz nehéz megtalálni három éhes kutyát. Ez az utolsó adag arany. Rakjuk fel a kereket a teherautóra. Rendben van. Ott vannak a ládában. Gyomó, Gyomó, gyere gyorsan! A kerekek. Ellopták a kerekeket az aranyjal együtt. Simon, te balond! Biztos valaki másnak a ládájába raktad a kerekeket, és az meg elvitte őket gyanútlanul. De akkor még visszaszerezhetünk mindent, rajta van a jelünk minden keréken. Nem babra megy a játék. Az aranynak hiánytalanul meg kell érkeznie Tanzániába. Meg kell találni azt a kocsit, amelyik a mi kerekeinkkel gurul, és vissza kell szerezni az árut bármi áron. Készen vagyunk. Indulhatunk, kedvesem. Én már két hónapja készen állok. Babu, szerinted tényleg van esélyünk arra, hogy nyerjünk? Persze, hogy van. Ez Kenya legjobb szerelője, mondja neked. Elhihetett. És különben is. Azt szeretném, ha az unokám a legjobb főiskolára mehetne. Óriási vagy. Hé, szentséges ég! Mindjárt a fejére esik. Gyerünk! Nem esett bajod? Semmi, hála ezeknek a kiskutyáknak. Kié lehet ez a két kis állat? Nincs rájuk írva. Lehet, hogy elkóboroltak. Vigyük el őket a versenyre. Már eddig is szerencsét hoztak. Lehet, hogy hoznak még. Nincs kizárva. Indítsd, Jesse, különben nélkülünk kezdődik el a verseny. Jaj, Pitty! Elvisznek bennünket a versenyre! Nem mehetünk! Sosem fogjuk viszont látni Bárót, Pamacsot és Purit. Azt mit csináljunk? Ez borzasztó. Úgy szaglom, mintha errefele jártak volna. Igen, jártak erre, de régebben, mert elég gyenge a szag. Jaj, Istenem, nyomtalanul eltűntek, és még csak el sem tudtunk rendesen búcsúzni egymástól. Szegény kicsi kölykök. Ez az ugatás szerv fölött ismerős, ez Piti lesz. Abból a terepjáróból jön, nyilván a startvonalhoz ment. Versenyre? Mit keresnek ők a versenyen? Ne félj, nem ők fognak versenyezni, gyerünk utánuk. A mindenit neki. Elkéstünk. Nem téveszthetjük szem elől őket. Beszállunk a versenybe. Gyerünk! Hé, várjatok! Spuri! Gyerünk, haver! Kapcsolj magasabb sebességre! Nem megy! Nem tudok gyorsabban! Persze, ha meggondolom. Szép ugrás volt, Spuri. Nagyon kecses. Hallgassatok! Pitiék kocsijáról beszélnek. Meg kell állítanunk azt a terepjárót. A mi kerekeik vannak rajta. Megállítjuk őket. És azt is tudom, hogy hol Simon. Kerekek? Miért állítják meg? Nem értem. Én sem, de valahogy nem tetszik a dolog. Itt jönnek. Ez a szikla jó kis torlasz lesz, meg kell állniuk. Mi meg szépen levesszük a kerekeink. Nagyon jó időt mentünk eddig. Nem elég, hogy a gazdám elveszett, most a barátaim is. Sosem fogjuk viszont látni őket. Dehogy nem, Pete. Fogadni mennék, hogy Báró már a nyomunkban van. Valahol közel.
Jesse, állj meg! Akkor ránk zuhan. Állj! Kikerülöm. Merészen vezetsz. Nem tehettem mást. Megúsztuk? Igen. De rossz sejtésem van. Az a szikla nem magától gurult le. Most sikerült meglépniük tőlük, de már tudom, hogy hol tudjuk megállítani őket. A Tuluzi hegynél. Odáig még 2 óra. És 2 óra múlva visszaszerezzük a kerekeinket. Tényleg nagyon nehéz tere. Csak nyugalom, Jess. Nagyon jól csinál. Remélem, Bárónak van valami terve. Bárónak mindig van, Piti. Ne aggódj. Ők azok, az ő terepjárójuk. Piti és Baba itt mennek előttünk. Gyorsan utolértük őket. Túl gyorsan ezek valami rosszban sántikálnak az agyarunk. Ez az út túl keskeny 2 kocsinak. Remélem, egyetértesz vele, Simon. Persze. Tegyünk róla, hogy csak egy maradjon az úton, és lehetőleg a miénk. Mit művelnek ezek? Meg akarnak előzni minket? Le akarnak szorítani az útról. Legurulunk, kapaszkodj! Mehetünk a kerekekért. Javás! Tennünk kéne valamit, papás. Igen. Rájuk ijesztek egy kicsit. Várjál csak. Azt hiszem, van egy jobb ötletem. Kicsit elgurítjuk a kocsijukat. Zseniális, Báró. Csomó, a kocsink! A fene egye meg, gyerünk vissza! Na lássuk, ki lesz a gyorsabb, a kocsiuk vagy ők? Bevált a terv. Gyerünk, nézzük meg, mi van Petivel és Babával. Nektek sem esett semmi bajotok, kiskutyák. Ezzel valami baj van. A javítás eltart egy darabig. Ők azok! Megtaláltak minket! A kutyáink barátokat találtak meg, apa. Semmi bajuk. A kölykök megúszták a kalandot. Már azt hittük, sosem látunk többé titeket. Minket nem olyan könnyű elveszíteni. A teherautón követtünk titeket. Amelyik leszorított minket? Igen, azon. A pasasok meg akarják szerezni a ti kocsitok kerekeit. Miért? Nem tudom, de az biztos, hogy semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Akkor Jesse és a nagyapja veszélyben vannak. Mellettük kell maradnunk, hogy segítsünk. A feleset réfa, itt nagy a veszély. Oda néz. Nem valami jó szándékú a képe. Gyerünk! Tudta, hogy valami bajom van nekem Afrikában. Hát a gorillá! Nem mozdulj, nagyapa. Ne idegesítsük. Talán odébb áll. Jaj, ez majdnem elkapott. Hátraljunk a kocsi mögé. Báró! Maradjatok, magatokat mentsétek! Báró, meg kell mentenünk Bárót! Lehetetlen! Soha sem érjük utol őket! Halljátok, amit mondok! Soha! Út
utol tudnám érni, ha oda lendülhetnénk egy liánon. Gyertek! Segítsetek! Valahogy el kell érnem a liánt. Csinálunk neked egy gúlát. Spuri, állj fel pamacs hátára! Jaj, olyan tészonyom van, jaj! Ne nézz le, haver! Most jövök én! Most ne mozogjatok! Most kívánjatok szerencsét! Hiába, a lábaim már nem olyanok, mint régen! Nem szeretnék többet gorillákkal találkozni. Kösz, Piti. Szép ugrás volt, Tarzan kutya. Adjuk, srácok. Siessünk vissza inkább Jessihez és a nagyapjához. Kész. Még nincs veszve semmi. Megnyerheted a versenyt. De hol lehetnek a kiskutyák? Nem szeretnék nélkülük elindulni. Már azt hittem, nem látlak többet titeket. Gyertek, ugorjatok a kocsiba. Mindannyian, siessetek. Ugorjatok. Nincs vesztegetni való időnk. Most lassan, de kis gázzal, Simon! Túl van. Kis gázzal kihúzzuk. Sikerült. Mi van veled? Ne törődj vele, te féleszű, csak eredj odébb. Még van esélyünk, hogy visszaszerezzük a kerekeinket az utolsó ellenőrző pontnál. De igyekeznünk kell. Csak egy eddig. A maga kocsija a második. Hallod, nagyapa? Csak egy autó van előttünk. Azt az egyet is megelőzzük. Még a célvonal előtt. Parancsolj te is. Köszönöm, pamacs. Már kaptam belőle eleget. Remélem, azt a két teherautós csibészt nem látjuk többet. Kétlem. Valahogy meg kéne mondani Jessinek, meg az öregnek. Micsoda mázlink van, öregem, előzékenyen itt hagyták nekünk a kerekeket. Nincs idő bíbelődni velük. Elviszük az egész kocsit. Mi volt ez? Ajajaj, baj van. A barátaink visszatértek és ellopják a telepjárót. Ezt nem hagyhatjuk. Be van zárva. Nem tudunk kimenni. Kell lennie másik kiáratnak. Hé, ide nézzetek, itt egy nyílás. Én kiférek rajta, utána elvek a gazembereknek. Megyek én is! Piti, várjál! Siess! Ugorjunk! Most, baba! Most mit csinálunk? Hát, kitalálunk valamit. Kösz, pamacs, merre mehetett az az autó? Ide, ide, fiúk, nézzétek a nyomokat. Nagyszerű. Követhetjük a teherautó nyomát. Nem tűnhetnek el. Gyerünk. Nincs a közelben senki. Itt leszerelhetjük a kerekeket. Helyes. Közel vagyunk a célvonalhoz és a határhoz. Megállunk. Így jön meg. Hozd az emelőt, de igyekezz! Emelőt vesz elő. Azt hiszem, ki akarják cserélni a kerekeket. Helyes. Az eltart egy darabig. Van egy tervem. Gyere! Itt hagyták a kulcsot. Piti, te zseni vagy. Ugyan, ne túlozzunk. Mazak száj van. Hé, azok a kutyák. Elvitték a kulcsot. Utánuk. Álltok meg azonnal, gyertek vissza. A sarkunkban vannak. Akkor fuss gyorsabban. Merre megyünk? Csak gyere utána.
csak kövesselek téged? Menj előre! Na, mindegy. Hátul a pasasok, elől a híd. Na jó, akkor inkább a híd. Nem látszik túl erősnek ez a híd. Szükségünk van a kulcsra. Nem, ez túl veszélyes. Mindjárt átérünk. Segíts! Mindjárt leesek! Nem sokan múlt. De megijedtem. Menjünk le innen gyorsan. Micsoda mal szerencse. Most benne vagyunk a slamasztikában. Nincs más választásunk. Kulcs nélkül kell elindítanunk az autót. Kövessük őket! De... Igen, értem. Nem megyünk vissza ezen a hídon. Jaj, Piti! Orszarvú! Csak tudnám, hogy miért ilyen dühös. Szaladj! Nem vagyunk neki szimpatikusak. De vajon mi? Ezt így nem csinálhatjuk sokáig. Erre te rondaság. Itt vagyok, fogjál meg, kapa sündisznó. Ja, csak vicceltem, vicc volt. Nekem nagyon jó orszarvú barátaim vannak. Jaj, még a nyomhomban van. Nincs, levesz a csipuli. Most aztán rángathatja az orrát egy darabig. Ja, igen, hogyne, hát igen. Öregem, a legjobbkor érkeztetek a helyszínre. De hogy jöttetek át a szakadékon? Használtuk az eszünket is. Feljebb kényelmesen át lehet kelni rajta. Remek. Akkor még visszaérhetjünk, hogy lefüleljük a csibészeinket. Most, ugarj! Micsoda mester vagy, Jobo? Szedjük le a kerekeket a jeepről és csinjünk innen. Már eleget pacakoltunk. Jönnek. Remélem, mindenki pontosan tudja a feladatát. Persze. Bízzunk benne, hogy jó a terv. Biztosan jó. Gyerünk, lássunk hozzá. Már megint azok az átkozott kutyák. Nem mész innen, ereszd a lábam. Minden a terv szerint megy. Most miért, Buskuli? Eddig megvan. Most a tiéd. Akaszd rá a tengelyt. Igen, főnök. Sikerült? Mikor nem sikerül nekem valami? Válaszolj. Mikor nem sikerült? Ne hallgass. Légy szíves. Rácok, itt minden rendben. Oké, mehetünk. Gyerünk, Simon, tűnjünk el innen. Hagyd a kerekeket, pucoljunk! Oda nézzetek! Mi van ezekben a kerekekben? Arany! Hűha! Ezek a kerekek sokba kerülhetnek. Biztosan az autóverseny örve alatt próbálják meg átcsempészni a határon, és nyilván a jeep kerekeit is kipreparálták. Hát persze! Annak is ugyanolyanok a kerekei. Ez a mi jeepünk. Fantasztikus! A kutyák! Ők fogták el a tolvajokat. Nem csak tolvajok, hanem aranycsempészek is. Komolyan? Itt a bizonyíték. Végre lakat alá tehetjük a jó madarakat. Jé, és ez? Összecserélték a kerekeinket. Nem csoda, hogy üldöztek bennünket az egész verseny alatt. Ezek itt az ő kerekeik. Még nem vesztettek olyan sok időt, hogy ne tudnák behozni a hátrányt. Hallod, Jesse? Még megnyerhetjük a versenyt. De csak a kabala állatainkkal együtt. Kapaszkodjatok! Nehogy kiessen nekem valaki. Ezt a lehetőséget inkább ne is halljam! Győztünk, Jesse! Győztünk! Megvan a pénz. Mehetek az állatorvosi egyetemre. Segíteni fogok az állatoknak. Ők is segítettek nekünk. De hova lettek a kutyák? Ez izgalmas volt. Most már értem, hogy miért szereti Tomi apja annyira az autóversenyt.
Ha megtaláljuk Tomit, biztosan elvisz téged néhány versenyre. Ha megtaláljuk, mindannyiunkat elvisz, ne féljetek.